Rendkívül izgalmas mérkőzéseket játszik hazai pályán a Budakalász kézilabda ZRT. November 12-én a Balatonfüred csapata ellen egy utolsó másodpercekben lőtt góllal sikerült megszerezniük a győzelemért járó 2 pontot. A meccs végeredménye 29-28 lett. Nagyon akartuk a győzelmet, ezt gondolom nem mondok ezzel újdonságot. És ahogy lenni szokott itt hazai pályán, egy góllal nyerünk, X van, időn túli hetes van, borzalmas végjáték, amiből most azt kell mondjam, jól jöttünk ki. Összességében valóban így van, hogy a Laci is mondja, egy ilyen döntetlen körüli állás volt, azt gondolom egész végig, hiszen első félidő azt gondolom mi uraltuk, ott jól is játszottunk. Talán ott az első félidő végén volt egy pár buta, fegyelmezetlen befejezésünk, és ott utolért bennünket a Balatonfüred. A második félidő meg hát teljesen horror volt, mikor ők vezettek 2-vel, és úgy nézett ki, hogy teljesen kicsúszik a kezünkből a mérkőzés, majd visszafordítottuk, és egy 3-4 gólos győzelembe reménykedtünk, akkor 2-es ember hátrányba kerültünk, de ma úgy néz ki, hogy mindent kibírtunk. Jó döntést hoztunk ezekben az időszakokban is, jó döntést hoztunk a végjátékban is. Voltak szokás szerint kiváló teljesítmények, ami egy ilyen hazai győzelemhez egy ilyen kiváló csapat ellen mindig kell. A végletekig kielezett volt a küzdelem a két csapat között. Csoknyai István, a Kalásziak vezetőedzője kiemelte, hogy a cserejátékosok is jól tudtak beszállni a meccsbe, és hozzá tudtak tenni a győzelemhez. Nagyon nagy gratuláció jár a csapatnak, mivel szerintem óriásit küzdöttünk. Nagyon sok fordulat volt a mérkőzésen, volt, hogy mi vezettünk, ők vezettek, de volt tartása a csapatnak. És meg tudtuk fordítani a meccset. Voltak nagyon kulcs szereplői a mérkőzésnek, például a balátlövőnk, aki az utolsó figurát is belőtte, fölrajzoltuk rá, megcsinálta, és ezzel itthon tudtuk tartani a 2 pontot, ami nagyon fontos a csapat életében azok után, hogy a Komló ellen elbuktuk azt az 1 pontot, amit nagyon sajnált mindenki. Szerencsére most az élet a Csoki is mondta visszaadta, és egy ilyen presztízs mérkőzést meg tudtunk nyerni, és itthon tartani a pontot, ez a legfontosabb. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Jurics Grigics Josip volt, aki összesen 10-szer talált be a Balatonfüred kapujába. A szoros végjátékban a Kalásziak 29. gólját is ő szerezte meg, a hazai csapat ezzel tudta megnyerni a találkozót. Dominik van a pályán, 15 másodperc, egy támadás, és a győzelemért harcolunk. Nagyorsan, Varjú. Gigis, belövi, 29-28, hazam. És ez a mérkőzés most van vége. Megnyerte a Budakalász a meccset. Micsoda győzelem. Megvolt, és jól mondtam, hogy az utolsó találat az Jurics Grigics kezébe lehet, mert tényleg ő volt a meccs legjobbja. A csapat jelenleg a tabella 8. helyén áll a KNTH férfi kézilabda ligában. A Kalászi Gárda november 26-án a bajnokság következő fordulójában 9 ponttal utazik majd a Dabas otthonába.